Az elmúlt hetek, hónapok demonstrációi tüntetése alatt gyakorlatilag mi két live-júval voltunk innen a helyszíneken, és azt tudjuk elmondani, főleg a 4G-s LTE hálózat az rendkívül nagy sávszélességet biztosított. Gyakorlatilag végig a tüntetések alatt stabil, jó minőségű képet tudtunk adni. Az LU 500-al is, de már az LU 40-nel is. Úgyhogy ez nekünk egy olyan előnyt jelentett, amivel gyakorlatilag mindig élő helyszínekről tudtunk tudósítani. Számunkra nagyon jól bevált eszköznek bizonyultak. Fontosabb alkalmakra továbbra is a műholdas segítséget vesszük igénybe, hiszen azt tudja azt a stabilitást és biztonságot nyújtani, ami egy broadcast minőségű hírtévének kell. Viszont valóban nagyon meglepően jó az elmúlt időszakokban a 4G-s lefedettség és sávszélesség, olyannyira, hogy gyakorlatilag az egyszerűbb helyekre mind műhold nélkül mentünk ki. Első ilyen tapasztalatunk a Dunai Árvíz volt, élő közvetítés kaptunk az árvíz levonulásáról a teljes dunai szakaszon. A döntések előkészítésébe, az egységek átcsoportosításába, a kárfelmérésbe nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. Akik részt vesznek a döntés előkészítésben és a döntés meghozatalában is, ők folyamatosan látják a kárterületeket, látják azt, hogy mi ténylegesen kint a helyzet. Ugye egy vizuális kontakt az mindig nagyon fontos egy döntéshozó számára, hogy lássa az, hogy ott azon a területen milyen tevékenységek folynak. Fel tudnak készülni arra, hogy meg kell erősíteni a védműveket, a védművek milyen állapotban vannak, ez mind-mind nagyon fontos információ részükre. Régi igényünk volt az, hogy élőbe közvetíthessünk, illetve be tudjunk jelentkezni híradókba, és ezt 2014-ben tudtuk megvalósítani, 2011. augusztusában a Királyi Napok rendezvénysorozaton, kb. 10 napos volt, mind a 10 napon be tudtunk jelentkezni a híradónkba, a saját híradónkba, éppen az esemény kellős közepéről. A műsor struktúrán december 1-én változott, de igazából csak tervbe van véve ez, hogy egymás között, tehát helyi televíziók egymás között tudjunk cserélni anyagokat, ugyanis még nincs teljesen elterjedve ez az eszköz, de viszont felmerült ennek a lehetősége. Mi a közvetlen környezetünkben Veszprém televízióval folytattunk már tárgyalásokat, hát a többiekkel majd akkor, hogyha rendelkeznek már ilyen eszközzel. De van rá igény természetesen mindenki részéről. Leginkább a magyar televíziónak dolgoztunk eddig. Mivel a jelenlegi stratégiánkban szerepel az, hogy az online-t jobban fejlesszük, tehát az online tartalmak szolgáltatását jobban fejlesszük, ezért szükségünk van arra, hogy meggyorsítsuk ezeket a folyamatokat. A mostani tüntetések alatt nagyon sokszor felmerült az a probléma, hogy 3G-n keresztül nem tudtunk küldeni tisztességgel se videó, se fotó tartalmakat, így most arra jutottunk, hogy mindenképpen egy 4G-s tartalom továbbító rendszert szeretnénk kipróbálni. Ami számunkra most egy újdonság lehet, az az, hogy videótartalmakat élőben is tudjunk küldeni, hiszen eddig vágott anyagokat küldtünk, vagy YouTube-on keresztül egy ilyen on-demand tartalmat hoztunk létre, amit a saját YouTube csatornánkra töltöttünk. És most azt gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy kipróbáljuk azt, hogy élőben is tudjunk tudósítani. A jelenlegi stratégiánk az az, hogy percről percre tudósításba videókat, illetve képeket töltsünk föl. Hogyha ezt ki tudnánk bővíteni azzal, hogy élőben is be tudunk jelentkezni például egy tüntetésről, akkor ez valószínűleg a média piacon nekünk egy nagyobb előnyt jelentene. First LiveView is the company that invented this technology. We were the first in the world to introduce this to the world, and we have also a patent about it, and all the rest are copying us or maybe in some way are breaching our patent. So this is the first reason. The second reason is that we have a wide range, a huge customer base. We sold our units in more than 800 customers all over the world, in more than 60 countries. And so this is second. We give a good service to all our customers, and the service is one of the major issues for the company. The last one is that since we have a lot of units all over the world, we have a lot of partners, so we can give community, can give also events, to do events to all our customers. So those, and of course, we are the company with the wide range of different type of solutions. So we have LU 500, LU 400, LU 200, LU 40, LU 70, LU 700, a lot of software solutions, as well as all our hardware solutions. So those are the main reasons that we are the number one in the world.
Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert egész országban most már megtalálhatók, ahogy az előadásomban is mutattam egy térképen, gyakorlatilag beteríti most már az egész országot a LiveView felhasználóknak a száma. Ezek az első LiveView felhasználók ugyanúgy ott vannak a kis televíziók, mint a legnagyobb televíziók. Egy a közös bennük, hogy korán felismerték a lehetőséget a LiveView technológiájában, és igyekeztek mielőbb hasznosítani, a gyakorlatban alkalmazni. Az Infotéka az nem csak kereskedő, én nem is nevezem az Infotékát kereskedő cégnek, inkább integrátor cégnek, és alapvetően a fő tevékenységünk most már áttolódott a szolgáltatásra. Tehát ezt a LiveView szolgáltatást nyújtjuk a televíziók és a különböző webportálok számára. Az értékesítésen túl mi segítünk a cégeknek abban, hogy finanszírozva jussanak hozzá egy-egy készülékhez, ne kelljen a teljes összeget kifizetniük, vagy esetleg bérelni lehessen. Részt veszünk olyan produkciókban, amelyekhez olyan berendezéseket is tudunk akár saját magunk szállítani, vagy bérbe adni, amelyeket ők nem tudnak esetleg még egyelőre megvásárolni. Illetve kiemelném a nagyon sikeres támogató tevékenységünket, egy szóval a supportot, valamint az, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan rendszernek az adaptációját végeztük el, ami a legelterjedtebb az országban, és a legjobban adaptált szolgáltatás is egyben.